Kezdek én. Vágod, hogy vége a nyárnak? Eljött az ősz. Nem akarom azt vágni, nem. Látszólag meg kint 10 fok van, és kemény ősz idő, meg esik az eső, de az is vége, hogy hazajöttünk, és itt vagyunk a balatoni nyaralás után első nap, és ha már vége, erre nem lesz szükség. Úgyhogy vágod, Léci? Ezennel befejezzük a nyaralást. De akkor zomit egy gyűrű most, csak ellentétesen. Emlékszel a sziget karszalag, tudod? Ja, simán vissza lehetett ragasztani, volt egy technikája, és visszaragasztottad az ilyen jellegű karszalagot, és mehettél be bulizni. Akkoriban még ez működött, szerintem most már ez nem működik. De akkoriban ez tök jól működött. És ebben a karszalagból vannak nem is egy darab, amilyen fesztiválhoz kötődik. És ha már fesztivál és zene, erről akkor... Erről beszéltünk közben itt a megoldás, a ragasztás. Azt, igen, az a B háromszögelés, és azt is itt tök ügyesen vissza lehet ragasztani. De aztán egyre keményebb ragasztókat használtak, és már nem működött. És hogyha már fesztivál szóba került és zene, ezzel kapcsolatosan Balatonon történt egy olyan velünk, ami így megindított bennünk gondolatot, azóta nem egyszer beszéltünk, és tök jó pozitív dolog alakult ki, ami ott történt, és úgy gondoltuk, hogy erről beszélünk nem egy-két mondatban, hanem így kifejtjük, hogy mit gondolunk erről az egészről. És ezt fogja az Adri elkezdeni. De még mielőtt elkezdené, szeretném mindenki figyelmét felhívni a lámpabúrára. Így van. Ez egy nagyon praktikus, hogyha nincsen lámpabúra, akkor tök jól meg lehet oldani, hogy a fényt így leszűri, és akkor egy nagyon jó hangulatvilágítás lesz. Bár, mivel ezt gyárilag nem így forgalmazzák, ezért csak szigorúan ellenőrzött. Mert ez egy tál. Ellenőrzött felügyelet alatt közelébe vagyunk, esetben működhet. Mert hát azért mégse, na, szóval érted. Na, de kezdjük el, akkor a zenével kapcsolatos lesz, és ami itt rajtunk van, ahhoz kötődik. Hát, nem, hogy... ahhoz kötődik feltétlenül, vagy csak részben. Hát részben, de jelentős szereplője van ennek az egész sztorinak. És mindez Balatonon történt most az egy hét alatt, és tök jó. Elsősorban az az, ami így felmerült bennünk, hogy mondjuk, hogy gyerekes. És mi az, hogy gyerekes? Az egészet megelőlegezném azzal, mielőtt nagyon belemennénk, hogy nem olyan régen volt egy olyan videó, amiben te nem szerepeltél, csak én pofáztam, és az volt a téma, hogy a zene, illetve abban a polokról nagyon nem is beszéltünk, de elsősorban a zene, illetve azonban is a metal, hogy mennyire megváltozott, stb. A videónak az volt a cím, hogy gyűlöletbeszéd. És én amikor ezt így megcsináltam, akkor ez így teljesen, tényleg ez volt bennem, és teljesen jó ötletnek tartottam, hogy erről beszéljek. Most sem látom ezt másképp, csak megfordult a fejem, vagy mi van akkor, amikor ezt egy mondjuk egy két gyerekes anyuka véletlenül eljut hozzá ez a videó, hogy mit kép, mit gondolhat erről, hogy egy olyan ember, akinek, tehát itt most a gyerekre gondolok, hogy 100%-osan ki van töltve az ideje, és ehhez képest lát egy ilyet, vagy hall egy ilyet, amiről én akkor beszéltem. Ugye arról beszéltem, így részleteztem azt, hogy hú, nem is tudom ezt felidézni igazából, te emlékszem, hogy miről volt benne szó? Zenekar és a zenekarhoz kapcsolódó műfajok és a műfajoknak a megkülönböztetése, hogy mennyire élesen látjuk, elhatárolódunk emberek egymástól, azért, mert te ilyen zenét szeretsz, te olyan zenét szeretsz, és ez a műfaj, és az a műfaj, és fúj, az milyen zene, az nem zene, abban nincs is hangszer, jaj, abban még gitár sincsen, az csak számítógép, meg csak elektronikus, igen, meg ilyesmi, de nem csak ilyen... tudsz. És közben ez a sokat gondolkodva, meg beszélgetve egymás közt az elmúlt időszakban abszolút úgy felébresztettük így egymást, és szerintem így, aki nézi, akár lehet téged is, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon tudatos a múltban is, meg akár a jelenben is egy ilyen fajta irányított olyan befolyásolása az embereknek, hogy mindenféleképpen ellentéte legyenek az emberek egymásnak, és nem pedig összehúzzanak. Vagy hát összetartozzanak. De mivel sok műfaj van, ezért itt sokfelé húzunk szét. Tehát, hogy ez is része. De most nem akarnám, hogy ugyanazt megint elmondjuk, csak most nem, persze.
hanem az, hogy annak, tehát mondom, volt nekem utólag, amikor azt én megcsináltam azt a videót, utána volt egy ilyen érzésem, amit neked is mondtam, hogy most képzeld el, hogy van egy két gyerekes anyuka, rongyol be a munkahelyre, munkahelyről a gyerekért, nem tudom, benzinkút, nem tudom elképzelni azt a teljesen más életmódot, és egyébként pont ez a nagyon érdekes a mai világban, hogy annyira, de annyira más életet élünk egyik ember, mint a másik. Tehát az egyik kertesházban, a másik a belváros közepén, a nem tudom, hetediken, a harmadik megint máshol szuterénbe, albérletbe. Annyira másképpen élünk, az egyiknek autója van, a másik biciklis, a harmadik tömegközlekedik. Tehát annyira más életet élünk, hogy annak nem tudom, hogy mi az oka, de valószínűleg pont ez, nem kifejezetten a zene, hanem ez a diplomatikusan próbálom, hogy a széthúzás az embereknek, ami tudatosan fentről jön, ez ennek is köszönhető, ennek a sokféle életmódnak, és ennek a sokféle életmódnak lehet, hogy látszólag a legkisebb része a zene. Ennek van egy... Mert azt mondanád, hogy hát ez csak szórakozás, hát hagyjad már, hát most az hol jön az, hogy egy gyereket nevelem, meg mi? Ez így igaz? Ennek van egy, alapból. Van egy biztos igazolása, hogy tudatos ez a történet. Ez egy adott szolgáltatás, vagy egy munkaköri feladatként van egy a marketingeseknek egy olyan megnevezés, hogy a célcsoport. És ez igen. A célcsoport, amikor egy adott hirdetéssel indítasz egy online felületen, akkor neked nem szoktál ezzel foglalkozni, te nem is találkoztál, de van olyan, hogy arra gondolok, hogy amikor így adsz fel hirdetést, akkor van egy olyan, hogy bejelölheted, hogy családos emberek, vagy nem családos emberek, mert már van ilyen részletekben is. Most az, hogy korosztály, az egy dolog, de hogy be lehet jelölni, de hogy családos gyerek, igen, tehát hogy a célcsoport, és ez a célcsoport mögé, mindenféleképpen így besorakoztatják az embereket. És ezek a célcsoportok, ha minél szűkebb, minél jobban meghatározhatóbb, a metálos, a családias, a gyerek, a felnőtt, de hol az ember? Tehát úgy átlagban nézve, hogy emberként vegyük embertársainkat, nem pedig valamilyen kategória alá szorítva. És az a legborzasztóbb, hogy ezek a kategóriák már annyira kifinomultak, úristen, de hülye szó ez erre, de akkor se tudom más mondani. Annyira kifinomultá váltak, ugye itt jön képbe már az, hogy hát a vegán nem tudom mennyire a végén van a listának, ugye, ami már nagyon kifinomult különbség egy másikhoz képest. Az már mekkora éles ellentét egymásnak ugrasztó. Éles ellentét, de a kifinomultságot arra gondolok, hogy amikor már nem jó a vegánság, valami mást mondjunk példának, ami már nagyon apróság, de abban is, hogy különbözöl, az már meghatároz. Az az apróság határoz meg. Legyen egy öltözködési stílusod. Például, igen. Hogyha sportosan öltözöl, akkor te azt sugárzod, hogy a sportos igen, ez vagy, jó, ott mond a divat. Vagy a csini ruhába öltözöl, akkor a kicsit felsőbb kategória, te a színházba, a műveltebb kategória. Ha csinos ruhában vagy, akkor biztos művelt vagy, itt van egy ízlésed, van egy kultúrád, és akkor ez így mind-mind be lehet határolni, igen. De itt megint csak nincs az ember mögötte. Az a baj, hogy ez amilyen megint csak pont hasonlóról akarunk beszélni. Amit te most mondtál, az is csak látszólag apróság. Látszólag apróság, tehát, de hogy... ipar épül rá, és egy megcélzott közönség, meg megcélzott emberek, és ezt a célzást, tehát, hogy ne legyünk célpontok, emberként kéne egymással szemben viselkednünk, meg léteznünk, ahogy érezzük magunkat, úgy viselkedni, és ha netán... Ennek egy egészséges határán belül. Várj egy pillanat, igen, de hogyha például, ahogy kezdted, hogy ha esetleg úgy viselkedsz, hogy olyan úgy öltözöl, hát akkor az még gyerekes, akkor még nem nőttél fel, akkor még nőjél már fel, hát ezt a zenét hallgatod, hát már nőjél már fel azt a zenét. Ugyan már, hát, na, szóval erről van szó, hogy ez a nőjél már fel, hová nőjek fel? Nőjek fel egy célzott csoportnak, kiszolgáltatottként létezzek, vagy maradjak életem végéig ember, és próbálni úgy létezni, önmagad lenni, ahogy te magad akarsz lenni, nem pedig valamilyen célcsoportban mindig betartozni. És erről már annyiszor beszéltünk különböző témákban, hogy ezekben az a rossz, ezekben a különböző közösségekben, csoportokban mindben megvan a jó és megvan a rossz. De a rossz az az,
hogy ha valami mellett szólsz, akkor neked kötelező valami ellen is szólni, mert ha nem, akkor megsértetted a 10 pontot, és akkor kirúgással jár, és nem tudom. Tehát neked úgy kell gondolkodni, ahogy a másik. Úgy kell gondolni mindenre, szigorúan mindenre, ahogy a másik. Na, ez a problémánk ezzel. És ugye itt jön képbe vissza, kanyarodjunk, elmegyünk nagyon messzire, a gyerekesség. Tehát, hogy mi számít gyerekesnek tulajdonképpen? Például, ami itt megbújt, aki a legején észrevette, az gyerekes vagy aranyos? Mert ez lehet gyerekes is, meg egyúttal aranyos is. Most az a felnőttnek nem lehet olyan, ami aranyos? Nem? Ne, hát ez is egy olyan felvetés. Tehát, hogyha ezt így a kezem, jaj, de gyerekes vagy, ilyeneket gyűjtesz. Közben meg mostanában felbukkant egy olyan, nem tudom a nevét a témát, hogy felnőtt emberek pont ilyen pici figurákat, nem épp hupikék, törpikék, bármilyen, szerintem ilyen filmből, vagy játékból, nem tudom milyen figurákat gyűjtenek, és ilyen pici figurákat a la natur meg lehet kapni, és akkor így kifestik, kiszínezik, tudod, igen, mire gondolok. Igen, persze, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon trendi, felnőtteknek való hobbi, mert ez egy hobbi tulajdonképpen, tehát egy ugyanúgy megcélzott réteg, de nem gondolnám feltétlen azt, hogy azok, akik ezt művelik, azok feltétlen úgy kéne gondolni, hogy ha ilyen pici dolgokkal foglalkozik, meg piciket fest, akkor mondjuk az gyerekes kéne legyen. Hanem bár azt, ilyet nem hallottunk. Nem, de nyilván van, aki így látja, aki vagy mondjuk vannak hasonló témákban ilyen tapasztalat, hogy valamire viszont mondták már. Igen, tehát mondjuk voltak a pár évvel ezelőtt, nem tudom, Covid ideje alatt, vagy ilyesmi, ezek a kifestők. Igen, az például. Alapból egy gyereknek való dolog, és a felnőttek kezdtek régen a kis színező füzetek is gyerekeknek. De ez közben csak egy kreativitás van a ember vénájában, ami a gyerekkorban már születésével megvan mondjuk, egy kreatív lény, kreatív ember, és ő neki nincsen, hogy a kreativitásból nőjé már fel, és ne legyél kreatív, nem? Tehát, hogyha egész, tanúsíthatják. Igen, tehát ha egész életedben a kreativitás, a kézügyességed benned van, akkor a felnőttként is lehet ilyen pici figurákat akár gyűjteni, és akár kifesteni, és úgy állni hozzá, hogy nőjé már fel, helyett a kreativitásodat kiéled felnőttként is. Mi most például baromi kreatívan itt mögöttünk ezt a pokrócot már, én nem tudom idejét sem, mikor mostunk ki, mert hogy azt akartam mondani, hogy ez a színes dolog is egy ilyen kreatív dolog, vagy egy ilyen, hogy tegyük színessé, amit csak lehet, még ha nem is kell mindig mindent ilyen nagyon színessé, de az is bizonyos értelemben erről szól. Vagy a sárga függöny a háttérbe, hogy szép legyen az a kép, még ha szennyes, hát hazajöttünk, hegyekbe áll a szennyes. Most már azért a hegyek az... Már amennyi szennyes van, de az a kevés is hegyekbe áll, meg hegyeken, szőlőhegyen áll a szennyes. Olyan jól megoldottuk idén is, hogy a kis biciklis táskába elfért minden, hogy ez így a évek alatt, így teljesen megkopott, így teljesen egyre kevesebb ruhát viszünk magunkkal, ami egyáltalán nem baj, mert... De nőjél már fel! Igen. Alkalomhoz illő ruhát jó, vigyél na, magadnak. Jó, na, de most figyelj, azt próbáljuk már megfejteni, hogy mi az, hogy gyerekes? Az mi az? Mert ezt már mi beszéltünk erről, hogy nőjél már fel, ezt erről elmondtuk a véleményünket, de maga a gyerekes, az mit akar? Szerinted mi az, ami gyerekes? Tulajdonképpen az, ami gyerekes, ami már nem önmaga emberként létező személy. Tehát egy a gyerekes, ez a te az a gyerekes. De a köztudatban. Gyerekes szóval mögött én a gyerekeket látom, aki ösztönlényszerűen léteznek, élnek, látnak egy pocsolyát, beleugrálnak és élvezi, mert esik az eső. De ezt te is tudsz, hogy egy negatív jelző lett. Tehát ez alapból igen, így van? Igen, de pont ez az, amit most így, hát ha nem is lerombolni, de elgondolkodtatni embereket, így nagyon jó, hogyha beszélünk róla, és így elgondolkodik rajta, és akkor már mondjuk a későbbiekben nem gondol valakire így. Tehát például, ezt így nagyon nehéz, mondjuk most majdnem mondtam egy nagyon durva példát, de nem mondom ki. A lényeg, hogy neked röviden, meg úgy általában, hogy vannak a férfiak, meg a nők, és a férfias viselkedés mellé, hogyha mondjuk a kocsmába elmegyek, finoman próbálom körbeírni, az akkor, nem férfias. Akkor ha nem megy el, akkor nem férfias, igen. De mondjuk, hogyha otthon, aki ilyen kis apróságokat színez helyette, akkor a kocsmába beszélgető haverok azt mondanák rá, hogy a gyerekes valaki. Mert hogy ő nem jön el a kocsmába, és az,
az a nőjé már fel, és milyen a gyerekes, én most egy példának de ezt hoztam. De ez a csöbörből vödörbe, felnövök, de kocsmázok. Tehát, hogy... Igen, tehát itt és gondolom, nem hogy... vagy, tehát, hogy ezt mi mindig úgy beszélünk erről, hogy nem vagyunk 100%-ba ital ellenesek, úgy vagyunk ital ellenes, mert elmegyünk egy buliba, mi is iszunk egy-két sört. Már mostanában az is ugye elmaradt. Nem, már igen. De igazából az nem kell ahhoz, hogy az ember jól érezze magát. Az az oldódásért kell, de nekem például a legutolsó alkalommal kifejezetten nem kellett, mert ugye a kedvencemre mentünk, és én akkor olyan extázisban voltam, kell a francnak a pia, és pedig megittunk egy sört, és tök hülyeség volt. Vagy egy másik. Nem volt hátránya, olyan szempont az anyagiaktól eltekintve, semmi más hátránya nem volt, de nem volt rá szükség. Hát egyszer nem kellett. Vagy egy másik példa jutott eszembe, a nőjé már fel, meg gyerekes, hogy adott a XY társaság, és mondjuk van egy ilyen rövidítalozás, és hogyha nem iszod a rövidítalt, ez a héten felismerült, hogy beszélgetésbe a szomszédokkal, akik a kempingben voltak, nyugdíjas mamokákkal, jót beszélgettünk, és velük kapcsolatosan volt egy ugyanilyen, hogy ilyen rövidítal, ha jól emlékszem, hogy az volt a sztori, hogy aki nem bírja az italt, már a rövidet, mint például én sem, és pont te se, annak nem azt jelenti, hogy már nem nőttél fel, vagy gyerekes, mert nem tudok rövid italt inni. Egyszerűen... Na várjál, ez rossz a példa. Hát egy gyerekes nem lehet, ha nem iszol, a gyerek nem iszik. Ez akkor mondjuk jó, itt nem a gyerekeshez, akkor a... Nem tartozol bele valamilyen haverikba, valamilyen vagy valamilyen... Igen, csoportba, pont az miatt, igen. Kirekesztenek, mert te nem fogod el a pálinkát. Végülis a kirekesztés és a gyerekes legyerekezés, meg nőjével fel, az ugyanúgy egy változata hát a kirekesztésnek. Semmi igen. Köze a kettőnek, de hogyha egy kirekesztettségről beszélünk, egy negatív jelzőt próbálunk találni ezekre a dolgokra, akkor van nyilván közös vagy hasonlóság. Viszont én mindenáron akarok kötözködni. Na. Mert hogy mondta, amiket elmondta, 100%-osan egyetértek, viszont muszáj azt az oldalát megnézzünk, mert most nem fejtettük meg, hogy mi számít gyerekesnek, tehát csak így elmondtad, hogy mi az, hogy gyerekes. Egy példával, tehát hogy ugrál a pocsolyába, de ez átment negatívba, és én arra voltam kíváncsi, hogy azt feszegessük, majd miért lesz ez ilyen, hogy gyerekes, akkor az egy negatív dolog. Az mitől negatív dolog, ha valaki képes önmaga maradni? Ösztönösen létezni. Az mitől negatív dolog, ha valaki rózsaszint hord, az mitől, mit mondtam? Azt akartam, mitől gyerekes dolog. Igen. Mitől gyerekes dolog, hogyha, mit tudom én, szívecskés sapkát veszel föl. Én például a sapkát dugdostam annak idején, a szüleim előtt felvettem, elindultam az iskolába, aztán elraktam, mert ciki, de miért ciki? Mire mondjuk, hogy ciki, és mire mondjuk, hogy gyerekes? Egyébként pont nem gyerekes volt, de gyerekkorban történt, és ugyanúgy egy ilyen negatív dolog. A ciki szó, vagy most már másnak mondják, nem jut eszembe, majd biztos valaki megírja, mindegy. Szóval, hogy maga a gyerekesnél maradva, hogy mi számít annak, hogy gyerekes. És tényleg valóban, amit gyerekek csinálnak, de felnőtteknek, és emiatt felnőtteknek már nem kéne. És közben... Az meg... az, ami a gyerekes elvileg, de ez minden áron egy negatív dolognak értendő, és ez hibás. És azért mondtam, hogy bocsánat, azért mondtam, hogy kötekedni akarok, mert én most itt visszakanyarodnék az eredetihez, amit mondtam, amikor egy két gyerekes anyuka szemével próbáljuk ezt a kérdést vizsgálni, akkor teljesen más az egész felállás. Mert ott már felelősséget kell vállalnod, ott már példát kell mutatnod, jön az iskoláztatás, a szülői értekezlet, minden olyan dolog, ahol neked felnőttként kell helyt állni. Az a kérdés, hogy hol a határ a gyerek, gyerekes és a felnőtt között. De a gyerekest itt hagyjuk el, gyerek és a felnőtt között. Hol az a határ, ahol átmegy cikibe, amikor még mindig gyerekes maradsz, vagy gyerek maradsz, vagy... És közben meg, amikor a szülők meg gyerekesek lesznek, tehát lesz gyerekük, közben meg simán átmennek gyerekes ösztönösen a gyerekkel a való játszás közben. A gügyögés? Olyanban, ami ilyen érzés alapú és ilyen ösztönösen jön. Na, az tulajdonképpen egy ilyen természetes viselkedése lenne az embernek, de mi van azokkal az emberekkel, ahol nincsen gyerek? Tehát ott is ugyanúgy ez az ösztön, ez megvan, mint például a mi esetünkben is, és ugyanúgy működhet az ember gyerektelenül is,
úgy viselkedhet, mint a, ha, ahogy a, mintha lenne gyerek, és a gyerekkel lenne együtt. Ó, nagyon be... Uha. Tehát érted, hogy mire gondolok? Na, tehát nem. Ez, ehhez nem kell gyerek, ehhez nem kell szülőnek lenni, hanem ez egy ilyen belső ösztönös működés, egy ilyen érzés alapú... De most alapú... átmentél a második pontba, és a második pontba csak azért volt az felírva, hogy... Gyerek nélkül, azt hiszem, így nem felírva. Is emlékszem amúgy a pontokra. Ugye... Az volt annak a lényege, hogy ugye az első pontban kivesézzük azt, hogy, hogy ha valakinek gyereke van, ő egész másképp tekint erre Igen. a kérdésre. Na de mi van, ha nincs gyerek? Tehát ugye vázoltam, hogy két gyerekes anyuka, és akkor csak anyukáról beszéltem, csak két gyerekről beszéltem, hogy mi minden teendője akad, és az ő szemébe egy ilyen téma, mint most az eredeti témánkat nézve, a zene. És azon belül a metal, és azon belül egy olyan póló, amin a zenekarod van. Hogy ez mennyire gyerekes? Ugye ez lenne az eredeti téma, és abból jött ez, amikor én múltkor beszéltem ezekről a dolgokról, hogy én ezt utólag nem is feltétlenül a saját szememmel miért tartanám gyerekesnek azt, amiről beszéltem, hát most is úgy gondolom, de ha megnézzük ugyanezt a kérdést egy két gyerekes anyuka szemével, na onnantól kezdve lehet, hogy máshogy látom, és pedig megértem, milyen? Ha ezt más, valaki más, másképp látja, és esetleg gyerekesnek látja, de most jön a lényeg, hogy mi most erről az egészről azért beszélünk, mert el akarjuk foszlatni ezt a véleményt, ezt az elővéleményt, vagy előítéletet arról, hogy ez miért nem olyan gyerekes dolog, miért sokkal fontosabb dolog annál, mint aminek látszik, mert olyan pici dolognak, olyan apróságnak látszik jelentéktelennek, és ismét megint a két gyerekes anyuka szemével nézve, hogy, hogy mekkora ostobaság ilyennel foglalkozni. Tényleg? Na, és akkor itt menjünk tovább, de mondjad, amit akartál, mert nem tudom. Nem, pont elmondtad azt, amire gondoltam, úgyhogy ki sziporkáztad a gondolataimat, és elmondtad. Sziporkázás az Ez már megint... Nem. Mindegy, menjünk tovább. Gyerekes témák, a zene és a pólók, ez a harmadik pont. Hát tulajdonképpen ez most benne volt, nem? Igen, pont ezt vezetted fel, igen, erről beszéltél, hogy, hogy mennyire gyerekes, hogyha valaki kedvel egy zenekart, van egy olyan szintű rajongása, hogy azt nem csak így hallgatja, nem csak elmegy a koncertjére, hanem az adott zenekarnak az adott termékeit shopba megveszi és hordja magán. Ezáltal születik egy olyan kifele való mutatás, vagy lehetőség, hogy a hasonló érzésű rajongó emberekkel könnyedebben össze tud hozni a sors. Igen, de ez nem jelenti azt persze, hogy fejetlenül kell ezt is csinálni, nem is kell csinálni. Csak egyszerűen van olyan, aki annyira felismeri önmagát bizonyos dolgokba, de ez nem csak zene, ez film is lehet, csak mi most éppen a zenéről beszélünk. Az, ami általában közel van hozzánk, és sok esetben az életben példa volt arra, hogy, hogy milyen jó hatásai tudnak születni. Igen, és hát most akkor átmegyünk a negyedik pontba, hogy 2007-ben történt meg velünk először egy olyan dolog. Bulgária Kaliakra Rock Fesztivál. Igen. Ami miatt mi felfigyeltünk erre a dologra, azt hiszem. Tehát, hogy... Megéltük azt, amiről beszélünk. Igen, igen, jól mondod. Nem szeretnék ilyen szavakkal dobálozni, hogy rocker, de most azért vagyok kénytelen, hogy megértessem magam. Nem szeretem ezeket a szavakat úgy már használni, mert az is egy ilyen elvisz egy irányba, az is egy ilyen elítélendő sokak szemébe, vagy akkor nem is érdekli tovább az egész mondandónk, mert kit érdekelnek a rockerek. Nem. Tehát itt az van, hogy van ez a, nevezzük körnek, van ez a kör, ez a társaság, hogy fogalmazod ezt meg? Tehát azok az emberek, akik a rockzenét vagy metalzenét hallgatják, ők olyan pólókat, többségében olyan pólókat viselnek, de legalábbis, hogyha nem is zenekaros pólót, akkor régen a farmert, aztán a bőrt, aztán a stb., most megint más, de megismered őket, abba ki tudunk egyezni. És hogyha őket így megismered, akkor az egyértelmű, hogy ő tartozik valahová. És hát neki ez a célja ezzel az öltözködéssel. És akkor itt ugye megint a kérdés, gyerekes, avagy sem. Ezen a vonalon megyünk tovább. És 2007-ben... Igen, mert hogy kamaszkorban eleinte lázadásként éled meg, azért hordod, mert hogy hozzátartozzál egy adott korcsoport. Amikor már nem a szülőkhöz akarsz tartozni, hanem a haverokhoz, igen, tudod? Mert más generációban felnőttek már nem értik, vagy nem tudnak kapcsolni hozzá, és ezért olyan de jó kilógok abból a
generáció különbségből, és közben meg ez nem csak erről szól, hanem így az elmúlt évtizedek alatt látva jóval összetettebb és jóval összéphozó tud lenni a embereknek, hogyha nem úgy nézünk csak rá, hogy a rocker stílus vagy a pollós ember, hanem úgy nézzük, ahogy pont ahogy akartad az előbb mondani a történetet, hogy 2007-ben, amikor egy teljesen idegen országban turistaként elmész egy fesztiválra, sétálsz a nyáron a sétányon, a tengerparton mész előre, és ilyen tök váratlanul közünk nem lenne egymáshoz, mert jön egy szembe velünk egy pár, aki nem rocker stílusban volt, de viszont mivel ő azt a zenét kedveli, ami rajtunk volt polló, az esetben épp egy Manowar polló, ezért őt felismerve... Beszúrnám, bocsánat, hogy mi akkor abban az évben azért utaztunk külföldre, Bulgáriába, a Kaliakra fesztiválra, mert a Manowar zenekar lépett föl ott. Igen. És mi akkor, mert erre a zenekarra utaztunk, ilyen feliratú pólóba voltunk. Mert hát egyúttal pont egy jó üzenet is kifele, hogyha azon a környéken van, ahol például épp a koncert van, esélyes arra, hogy hasonló érzésű, gondolkodású emberek ugyanúgy mászkálnak. És ott 2007... És ez jó érzés? 2000, de nem is 2007-ben történt meg ez először. De. Hát igazából itt Magyarországon is volt rá példa, bár én nekem nem volt nagyon magyarországi zenekarra kapcsolatos polló, de például itt arra gondolok, hogy a Cooperes polló. Amikor volt egy csávó, hogy a Cooperesnek hívtuk, mert ő pont azért, mert neki is Cooperes polló volt rajta, emlékszel? De tehát az más. Igen, mondjuk az más persze, de hogy így is beazonosítható, mert mondjuk nem sok emberem volt Cooperes polló. De visszatérve erre a Bulgáriára, hogy akkor jött szembe velünk az a pár, és egyszerűen csak így, hogy volt? Megszólított, hogy nem szólított. Olyan, nem. Annyira, na figyelj. Lehangolóan meséltem el. Nem, hanem ilyen nagyon letömöríted. Egy tengerparti sétány. Mindenki szép ruhába, tudod, este, amikor már kistrandoltad magad, szép amit ruhába felöltözöl, igen. Nők sminkelve, mi a francnak nyáron 40 fok, na mindegy, de szép ruhába szépen kiöltözöl, mindenki megy a sétányon, és vagy megy kávézni, vagy inni, fagyizni, shoppingolni, akármi. És hát mi is haladtunk a sétányon, mint sightseeing túl. Kisminkelve, kiöltözve, szép ruhába. Nem, Manowaros pólóba voltál, én szerintem akkor meg nekem nem volt pólom, és ahogy megyünk a sétányon, jönnek szembe szép ruhába emberek. Igen. Akiről beszélsz. És egyszer csak megszólított, hogy Manowar, mert látta a pólót, és akkor felrakta a kezét, az a tipikus zenekarhoz köthető, minek mondanád? Hát ez egy ilyen közös kéztartás. Kéztartás, összetartozás. A lényeg, hogy kommunikáció nélkül is létrejött egy kapcsolat, bár ott az így meg is szakadt. Mert ott persze, nem álltunk meg beszélgetni, mert ők is valószínűleg mentek egy adott programra, mi éppen mentünk a tengerpartra, tehát ott akkor úgy nem alakult ki egy olyan kommunikáció, ami ebből akár ki is alakulhat. És hogy ez mennyire igaz, ez a mostani balatoni nyaralásunk alatt például meg is történt. Már mi a megtörtént? Nem csak összefutottunk, ja, hanem hosszabb. Egyúttal egy hosszabb, de igen. Ez majd későbbiekben folytatott. Tehát, hogy az az akkori a Bulgária, az azért volt érdekes, mert egy megérkeztél a vonattal, és a vonatról leszállva valamennyit, ha mentünk, de onnantól kezdve mi az egy ilyen rockerváros volt ott akkor az a helyszín, mert mindenhol rockerek voltak. És ha ez ott történik, akkor tök oké. Igen. De itt az volt a sztori lényege, hogy mi egy tengerparti sétányon a szép ruhás emberek nem közé keveredtünk be. Hát valamivel arra most ezt már nem tudom. Ez a Várna városban volt, és a Kaliakra valamennyivel odébb volt, mint helyszín. Hát de nem, a Kavarnában volt. Igen. Kaliak. De most ez nem téma szerintem, mert nem sokkal volt arrébb, de a lényeg, hogy azon a kis zónán kívül eső dologról van szó, ahol már nem a rockerek a jellemzőek, hanem a szép ruhába jövő menő emberek, akik shoppingolnak, és mi is ott mentünk, és ott történt. Ennek ezért volt jelentősége. És ilyen fehér inkbe, vagy nem is tudom, miben volt a csávó, nem rocker polo, vagy ezért volt érdekes. És a tanulsága, vagy nem tudom, amire így ki akartunk lyukadni akkor ott, az az, hogy mennyi
kell ahhoz, hogy a másik emberbe, másik emberrel kontaktba lépjél, hogy elég egy póló. Megindul és egy kommunikáció, akár még megszólás nélkül is. Hogy itt kanyarodtunk most oda, vagy érkezünk be abba a mindent összefoglaló tanulságába a sztoriknak, vagy a sztoriknak, amiket elmondtunk, hogy miért fontos ez a póló dolog, miért nem gyerekes a póló dolog. De ez még csak ennyi volt. És nagyon sokat jelentett, nagyon sokat számított jó érzés az embernek, hogy kontaktba kerülsz a másikkal, külföldön nem egy nyelvet beszéltek, mégis kommunikáltok, egy ilyen minimális. Na és a másik sztori az pedig most történt Balatonon, az meg, hát mi egy kempingben voltunk, mutattuk a karszalagot, kempingbe mentünk biciklit, vittünk megint vonattal, és ott alsósra leszálltunk a vonatról, és a kemping, már nem tudom, hanyadik nap volt ez, vonat, vagy a biciklivel a kempingből elmentünk mindig Földvárt akarok mondani. Füred Balaton irányába, Tihany volt a célállomás. A cél az Tihany volt, de Balatonfüreden voltunk éppen. Amikor, hát ott fel, van egy olyan része Balatonfürednek, ami fel van újítva, tavaly évből volt erről már videó felrakva. Pont szemben van a Tihanyi apátság egyébként. Egy ilyen új park, egy ilyen képített park, zöld park, pihenőkkel, meg ilyen kis téggel, ami így bemegy a Balatonba, tehát így bekanyarodik a Balatonba. És ilyen tök jó leülőhely van ott, és ott szemben csodálhatod a Tihanyi látóképbe a Tihany van, illetve maga a Balaton. Tulajdonképpen egy ilyen 100%-os pihenőhely. És tehát napozóhely az a része, ami az apátságra néz, tehát szembe a Tihanyra, és az összes többi része meg, hát most még kevésbé árnyékos, de idővel az lesz, mert a fák, amik ültetve vannak, gondolom majd teljesen beárnyékolják, és ott lehet így ülni, feküdni. Bringás és nem bringásoknak is jó pihenőhely. Találkozni, randizni, csomó minden. Na, és a lényeg, hogy ott, amikor egy picit időztünk, hogy menj, és én azon vagyok kiakadva, hogy annyi sok véletlennek kellett összejátszani ahhoz, hogy ez összejöjjön. Sőt, nem is azon a napon mentünk volna, de csak azért történt azon a napon, mert az adott napon, amikor mentünk volna, az egyetlen nap, ami ki volt úgymond jelölve, akkor full elsős nap volt. De az igen, az voltak egyetlen ilyen nap. Variálgatások is, hogy melyik nap, na mindegy, eljött ez a nap, és ott voltunk Füreden, ez mondom egy ilyen pihenésre alkalmas parkféle, konkrétan a Balaton partján, és akkor, amikor arra a stégre, az a napozó stégre fölmentünk, a biciklit toltuk befele, még gondolkodtam is, hogy rátszoljak, hogy biztos, hogy biciklivel menjünk, mert tök fölösleges oda kitolni, és nem én kellett, hogy szóljak, hanem, hát ez folytas te, hát te vagy a jó mesélő. Ne! Az előbb is elakadtam, de hogy nem. De, na! De! Hanem ment, na! Tehát, hogy mentünk befele erre a stégre a biciklivel, én voltam előtte, mögöttem, ugyanúgy toltad a biciklit utánam, és jöttél pár méterre lemaradva, és abban a pólóban voltam, Lord of the Lost pólóban, ami most rajtad van, tehát itt a lényeges... Már ez a... nem az ő pólója. Van nekem is egy ilyen póló, a szín átmenetes, tehát ilyen kék, és így átmegy ilyen világos kékben, ennek köszönhetően nagyon jó, bármilyen szögből felismerhető, és gyanússá válhat, hogy egy zenekar póló. És főleg, hogyha... De nem a színán, de mi mondasz ilyet, hogy a mert színán... szerintem akkor még nem láthatta a feliratot, hanem csak így de hogyha erre jár, lehet, hogy akkor majd... De most ez fontos? Fontos, mert jelentős. A lényeg, hogy így haladtunk előre, és így egyszer csak így jobb oldalról hallottuk, hogy Lord of the Lost, és így... Az Adri, elborultunk na, a biciklivel, beestünk a Balatonba. Na jó, nem. Nem, itt átadom a szót, mert itt már nagyobb átadásra tudod folytatni, hogy nem, mi történt. Nem mondok semmit. Hogy, de. Nem. De, hát azért mégiscsak hozzád kötődik. De ez igazából elmesélve nem olyan nagy sztori, mint ahogy megéltük. Minket meglepett. Megszólított egy csaj, tehát egy körülbelül korunk beli nő, megszólított minket, hogy Lord of the Lost, és akkor így felfigyeltünk rá, és tulajdonképpen elkezdtünk beszélgetni. És kiderült, hogy ő is ott volt azon a koncerten, most áprilisban, vagy mikor volt? Ami most volt, igen. Tavasszal, ami volt Budapesten, azon a koncerten ő is ott volt, mi is ott voltunk, egymástól körülbelül 5 emberrel lehettünk, tehát ilyen kicsi a világ,
És hogy nekünk Füreden kellett ahhoz lenni, hogy ezt így megtudjuk egymásról, hogy akkor így találkozzunk, hogy nem... Szóval igazából nem tudom, mit ragozzak ezen, mert mondom, elmesélve nem olyan nagy dolog, de a lényeg, hogy ő is azt a zenekart szereti, mi is azt a zenekart szeretjük, mindhárman ott voltunk, sőt, neki a lánya is, és még a fiúja, tehát hogy többen voltak ott a koncerten, hogy többen ott voltunk úgy a koncerten, hogy nem tudunk egymásról, ugye ehhez lehet mondani, hogy vannak ezek a közösségi oldalak, ahol össze lehet jönni, és ez szóba is került egyébként, tök jó, hogy így pillanatok alatt ugye elérhetőséget cseréltünk, most az idézőjelbe ugye a Facebookról beszélek, de hogy kialakult ez egy olyan... Milyen most egyszer? Mondja, hogy beszéljek, azt akkor ő... Kialakult mondja. Egy olyan beszélgetés, és annak köszönhetően, hogy rajtunk volt tulajdonképpen egy zenekaros póló, és hogyha ez nem történik meg, mi csak egy biciklis pólóban megyünk, és toljuk a biciklit, ez nem jött volna össze ez a kontakt, ez a beszélgetés, pedig mindketten utána megbeszéltük, így a napré, ahogy telt a nap, mentünk előre a Tihanyba, meg fenn voltunk a Tihanyi apátságnál, ott is beszéltünk róla, tehát egy ilyen folyamatos gondolatok jöttek ki belőlünk, hogy mennyire sok véletlen kellett ahhoz, hogy ez összejön, és ennek egyetlen egy szereplője volt, csak az, hogy rajtad volt egy zenekaros póló, aminek köszönhetően ez létrejött. És hogyha ez nincs, akkor mi tulajdonképpen találkozunk, tehát fizikailag egy helyen vagyunk. Elmegyünk egymás mellett, pedig ott a rövid percek múlásával így ilyen elég hamar megtaláltuk a hangot, főleg a női társaság. Végre az, valakivel tudtam úgy áradozni, ahogy én akarok. Tehát, hogy viszonzás is ugyanúgy megvolt, igen. És oda-vissza így jól tudtatok beszélgetni a zenekarról, és azon belül a Kriszről is, mint énekesről, igen. És magáról az egész zenekarról, amit művelnek a emberekkel. Tehát így lelkileg így felszabadítják, olyan érzések jönnek, amikor két nő találkozik, mint amit most én megéltem ott, hogy ahogy tudnak áradozni. De nem, most ezt nem kell ragozni, mert pozitív neki ez nem izgalmas. Persze, itt de egy nagyon jó érzésű beszélgetés jött létre, na ezt akartam igazából átadni, és ez így elmentünk volna egymás, mert hogyha nincs a póló. Igen, és itt azon túl, hogy itt a pólónak mekkora szerepe volt ebben, nagyon fontosnak és hangsúlyozandónak tartom azt, hogy itt amit közösen, ezt mondom, tehát most ebben az esetben ez így volt, ez egy zenekar volt, de ez lehetett volna bármi más is. Szóval mit tudom, ilyen szörnyecskék pólóban mész, és a szörnyecskék póló Star miatt, Wars rajongó. Vagy Star Wars, bármi. Tehát, hogyha egy ilyen miatt így valahol összetalálkoztok, és megszületik a kontakt, szóba legyettek. Az, hogy amikor te magányos vagy, most ugye esetemben ez nem mondható el, de ha ketten vagy is, annak is van egy magányossága, érted, hogy mire gondolok, hogy ezt így nincs kinek elmondani, hogyha te valamit nagyon szeretsz. Tehát a közös érdeklődési körnek nagyon sok helye van az interneten, de valahogy az akkor se ugyanaz, egyrészt nem ugyanaz a neten, másrészt, ha személyesen is, mi most például azt tapasztaltuk, én nem tudom, hogy már meséltük, vagy csak akartuk, de olyan érdekes, mert az előzőekben, most, amit meséltünk 2007-ből, az a rockfesztivál Manowar póló, annál az esetnél, illetve azt követően, mi Manowar fesztiválokra, külföldre csapatosan mentünk, de ezt is már meséltük, és ez a csapatos dolog, ez így összehozott minket, így kialakult egy havari társaság. Nagyon érdekes, mert ahhoz a zenekarhoz ez így létrejött, ehhez a zenekarhoz meg ez még így nem jött létre, vagy nem úgy. Tehát, hogy ugyanúgy megvan a kis társaság, de ez a közös utazás még nem jött sajnos össze, úgy, hogy tényleg többen. De jó példa arra a mostani történés, hogy ha látunk hasonló érdeklődésű pólóba, zenekaros ruhába embert, társunkat, akkor nem kell tartani tőle, nem kell félni attól, hogy hozzászólsz, mert mint ahogy az első példa is mutatja, nem volt alkalmatlan a helyzet, de mivel ott 2007 Bulgáriára gondolok, nekik valószínűleg program volt, akár vacsorára mentek, vagy bárhová mentek, vagy éppen nem úgy tervezték az estét, hogy megállunk és beszélgetünk, már csak a nyelvi különbségek miatt is. Már akik leszólítottak. Igen, akik leszólítottak, de mégis megvolt az apró kontakt, ami az ellenkező példa, hogyha meg ez megtörténik, ráadásul itt így országon belül, mert nem külföldön voltunk, hanem Magyarországon,
akkor megtörténhet ez úgy is, hogy egy nyelvet beszélünk, és egy zenekart kedvelünk, és ezáltal létrejön egy olyan kapcsolat, egy olyan kommunikáció, ami nem történik meg, hogyha nem szólunk oda egymáshoz, hogyha nem látjuk magát a pólót, nem? Igen. Tehát itt van egy olyan üzenete, hogy tök jó, hogyha ha vagy olyan bátor, hogy látod a kedvenc zenekaros pólódat valakin, szerintem az nem illetlenség, nem... Legfeljebb köszöntök egymásnak, és odébb mentek. De ezt nem mondd már meg, hogy ő mit csinál, ezt nem kell nekünk megmondani. Igen, de hogyha úgy alakul, akkor akár egy ilyen beszélgetés is lehet belőle. Igen, mi ezt szerettük volna elmesélni, és én még egyszer itt most megint kiemelném azt a részét, hogy azért kezdtem el mondani ezt a menovolos témát, hogy ott egy közösségi alakult, ott házi bulik, minden volt, viszont ennél a másik zenekarnál ez egész máshogy alakult, sajnos, ez egy nagy bánatom nekem, de hát ez egy teljesen más célcsoport. A célcsoport szót használtuk az elején a videónak, hogy amikor a marketingtől a nem tudom, tehát a zene is mindig más és más embereket szólít meg. Hát a menovol az amolyan embereket szólít, ez meg emilyen embereket szólít meg, és... Hát nyilván van, sokfélék vagyunk, de még zenén belül is sokfélék vagyunk, bármennyire is tűnik az, hogy akkor te is azt hallgatod, akkor te is olyan vagy, ez így igaz. És egyébként mindenki egyforma, csak más körülmények között nő fel. Hanem az, hogy amikor megtalálod a másik embert, a közös érdeklődésű körödnek megfelelő másik embert, akinek szintén ugye az a kedvence, és így végre van valaki, akinek beszélhetsz róla. Igen. Mert ugye ez köztünk megvan, most akár a zenét illetően, vagy egy sorozatot illetök, mindegy, ez köztünk megvan. De amikor valaki például szingli, az szerintem sokkal erősebbet tud ütni. Hogy úgy találja meg akár a párját is, hogy akár egy ilyen pólónak köszönhetően. Ez főleg egy szórakozó helyre van egy példám, mint hogyha márjunk egy picit, egy nagyon jóval időben visszaugrunk még a 1997-es korszakba, amikor hasonlóképpen történt. Van egy ilyen enyhe emlékem itt a hátsó részben, ami aki utal nem arra, látta, az nem tudja, hogy miről beszélsz. Utal arra, hogy a mi ismerkedésünk is tulajdonképpen egy zenekaros polónak köszönhető. Erre akartam utalni, és erről beszéltünk is korábban, most nem fogunk beszélni. De hogyha arra gondolok, hogy most már az egész, mondhatni, a 3 évtizednyi időszakot valamilyen formában mindig formálta a zenekar és a hozzátartozó póló és a hozzátartozó emberek, akkor azt gondolom, hogy visszakapcsolva a legelejére, szerintem nagyon nem gyerekes dolog zenekaros pólóban megjelenni, és erre akartunk utalni, hogyha nem is, hogy gyerekes, mert ez ilyen nagyon olyan megmondó, olyan legkicsinyítő, nem? Tehát, hogy de hát milyen szót használsz rá? Hogy, erre azt szokták hogy mondani. Szerint, hogy igen? Hát, hogy kinőttem már belőle. Már nem azt a zenét szeretem, már nem az már, nem, azt én is mondtam. Tehát az, hogy mást is szeret az ember, az egy dolog, de én olyat nem mondanék, hogy kinőttem belőle, mert nem erről van szó, hogy a saját önmagamnak, az egykori önmagamnak fogom, leköpöm, megtaposom, hátat fordítok és elmegyek. Nem is csak ez, hanem van az, amit szerettem egykor, és azt kibővítem más dolgokkal is, mert másból is áll a világ, ennyi. Tehát igen. Múltkor én erről beszéltem, de most nem erről beszélünk amúgy. És a otthoni 4 falak zene hallgatáson túl tud máshogy is élni, létezni egy zenekari rajongás. Itt a fizikai ruhákra gondolok, póló, sapka, vagy bármi olyan, ami egy adott zenekarhoz kötődik. Ugye ez egy jó kifele üzenet a világba, hogyha te abban vagy, és mész, közlekedsz, akkor a hasonló érzésű, gondolkodású emberek előbb megtalálnak, mint hogyha nem az van rajtad. És ez egyébként egy nagyon jó záró cucc lett volna, de én ezt most elrontom, mert még valami eszembe jutott. Egyrészt rohadt száraz a szám, akármennyit iszok, most már be kellett fűteni. Ugye most van ez a lehűlős nap. Mindegy. Szóval, hogy azt még mindenképp akartam mondani, hogy az elején én nagyon erőltettem ezt a 2 gyerekes anyuka témát, hogy az ő szemével. És ugye itt a végére érve is még mindig furán hangzik az ő szemével, de... Ott volt például a Bagossi Brothers koncert. Azt hiszem az volt az egyike azoknak, hanem a leginkább olyan koncert, ahol a legtöbb gyereket láttuk. Mármint a szülők nyakában. A szülők nyakában, hát ugye ők egész pici gyerekek,
De én most nem kifejezetten ezekre a nagyon pici gyerekekre gondolok, hanem arra, hogy akivel most találkoztunk, és jó, megvitattuk a kedvencünket, ővele is, tehát ő is a lányával ment már a koncertre. Tehát ez egy olyan kor, amiben azt látjuk, hogy egyre többen szülők bevállalják, vagy épp a gyerek a szülőt, nem tudom, de hogy bevállalják azt a mi korunk beliek, hogy a gyerekkel együtt mennek bulizni. És nem mind szülő gyerek. Tehát lehet, hogy ezt csak kívülről látjuk így. Ez a mi generációnk, vagy ettől fiatalabb generáció, mert máshogy látja, igen, máshogy érzi, és máshogy közelíti meg, mint ahogy régebben volt. Mert ez az internetnek is van némi szerepe valószínűleg. Tehát... Persze, persze. Mert hát más, az ízlés is közelebbi a mi korosztályunknak a mi nem létező gyerekünkhöz. Igen, igen. Mint egy mi szüleinknek a mi ízlésünkhöz. De most itt, ezt jól mondtam? Igen, de itt közre, tényleg a internet annyiban közrejátszik, hogy amiről régen beszéltünk, hogy sokkal könnyebb egy adott zenekarnak, vagy ahhoz kapcsolódó zenekarnak a műfaján belül mozogni, vagy ragadni, mert a technikának köszönhetően egy adott zenekartól meghallgatsz egy dalt, akkor a kapcsolódó dalok már hasonló műfajban dobják ki neked az interneten, és akkor így elkap, így egyre jobban megkedveled, és jobban kapcsolódsz hozzá. Vagy hát a lejátszási listába is belefér azért a lányom, fiamnak azért. Vagy így a szülőnek van, a így kedvence. Van közös pont, közös hely az internet, a Spotify, vagy a YouTube Music, vagy bármi olyan felület, ami közös tud lenni a szülő és a gyerekek között. Ez régen nem így volt, mert a kazetta az nem tudott közös lenni. A bakelit, jó, otthon a négy fal között. De így digitális... Máshol vattuk mi a számokat, oda-vissza, össze-vissza. De úgy közös, hogy érted, hogy mire gondolok, hogy ugyanazt a eszköz, telefont, vagy tévét, például aki tévén nézi a YouTube-ot, tudod, bekapcsol a szülő, gyerek előtte hallgatta az X zenéket, akkor az úgy feljön, és úgy át tud nyomni. De egy kazettába kell, itt nincs itt. Tehát ott fizikailag nem ment el a kazettáid közé, és kinézte, hogy na vajon ez tetszik nekem, mert hallott, ez nem jó ez a zene, nem érted, mire gondolok? Persze. Tehát könnyebb most már így digitálisan átfoljon a gyerek kedvence a szülőknek az eszközeire. Vagy a szülők kedvence. Vagy a szülők kedvence a gyerek eszközeire, és ez jó példa arra, amit most is itt találkoztunk, hogy ott is a szülő és a gyerek, hogy együtt kedvelnek egy zenekar. Hát melyiket? Vagy nagyon, na most mondd meg! Vagy nagyon jó példa ez esetben a pont az Azi és a vele kapcsolatos szülő és gyerek, ahogy látni, hogy és unoka és nagyszülő. Szintén, tehát, igen, hogy egy olyan hidak képződnek, ami ha talán 5-6 éve ezelőtti videóban pont beszéltünk arról nagyon sokat, hogy olyan jó lenne, hogyha az emberek között a szakadék, generációs különbség nem nőne egyre inkább, hanem egyre inkább szűkölne, vagy egy ilyen híd képződne, és nem lenne az, hogy különböző korosztály, különböző generáció nem értenek egymást, hanem hogy egy hangon megtalálják és kontaktolnak. És közben az a vicc mindig az egészben, hogy mindenki ugyanarról beszél, de mintha más nyelvet beszélnénk, szóval ez... És ehhez nagyon jó példa a zene. A közös zene hallgatás, közös zene szeretet, és a közös zene rajongás, és a közös zenekari polló viselés, és ennek köszönhetően a közös találkozás idegen helyen, idegen emberek összejönnek, találkoznak, és már is mehetünk a következő buliba úgy, hogy együtt, vagy egy következő utazás. Igen. Szóval ezt akartuk mondva, maradt még benned vala? Hát, hogy amikor egy ilyen találkozás létrejön, remélhetőleg ennek van későbbi folytatása, arra gondoltam. Igen. És egyúttal még a fantomékat azért itt is megjegyezném, bár már volt egy ilyen vlogféle videó, de hogy az odáig mikor jutunk ezt feldolgozni, meg úgy egyáltalán, hogy abból most mi lesz összerakva, fogalmam sincs, de ott meg voltak ők említve, most megint szeretném itt is, hogy nehogy elfelejtődjön, vagy nagyon későbbre kerüljön, hogy egyúttal Balatonon találkoztunk fantomékkal, nagyon jó volt velük beszélgetni, nagyon köszönjük nekik azt, hogy ilyen jót beszélgettünk. Egy nagyon jó, egész napos, délután 1-től sötétedésig beszélgetés volt, és reméljük, hogy nektek is volt annyira jó, mint nekünk legalábbis, mert utána még sokat beszélgettünk az ott elhangzottakról, és az ott beszélgetett témákról. Ja. Na, úgyhogy, tehát ezt a gyerekességet viszont visszatérve,
ezt szerettük volna, hogyha ide kiukad ez az egész történet, hogy nem minden az, aminek látszik, és amire azt mondjuk ilyen nagyon könnyelműen, hogy gyerekes, még egy-két gyerekes anyuka szemével is, ahelyett, hogy azt mondjuk, most tényleg ezt nem tudom, azt így kitaláltam, de mondhatnék 60 éves férfit is, tök mindegy, egyedülálló férfit is, ez csak így kitek, két gyerekes anyuka szemével is, ahelyett, hogy elítélnénk egy ilyen dolgot, inkább menjünk a gyerekkel együtt a koncertre. Így van, merjünk kontaktolni, merjünk találkozni, beszélgetni, mert ez szerintem mindkettőnknek és akikkel találkoztunk, nektek is egy jó töltődés volt. Mind sokunknak, mindenkinek igen. Jó ez. A személyes kontakt, nem csak ilyen digitálisan. Ja. Nem perc. Tudom elolvasni. Kereken. 50-40 valami.